Új magánklinika nyitotta meg kapuit Kőbányán. A Medalpin Medical Center Kocsis Zoltán vezetésével, kínai befektetők közreműködésével, magyar-kínai beruházásként jött létre. A kőbányai magánegészségügyi intézmény már a második, melyet Kocsis Zoltán álmodott meg. Sok szeretettel köszöntelek benneteket itt, ezen a szép napon, ami számunkra egy nagyon nagy öröm, hiszen mai nappal elmondhatom, minek utána 9 óra 45 perckor megkaptuk a hivatalos ANTS működési engedélyünket 7 szakorvosi tevékenységre, hogy megnyithatunk, és ez örömmel tölt el. Nagyon sok munkánk van ebbe a klinika megnyitásához vezető úton, amely nem volt igazán egyszerű. A sok kihívás sok feszültséget hozott elő, és ugyanakkor nagyon jó barátságok születtek sok-sok helyen, sokakkal. Megismertem új embereket, így Liujékat is, akiknek nagyon szépen köszönöm az áldozatos segítőkész munkájukat. Szeretnék segítségükért köszönetet mondani a Gödi Klinika dolgozóinak, mindannyiunknak. Nevet most nem mondok, mert hosszú lenne, de sokan vannak. Köszönöm a kollégáknak a segítségét, hozzáállását, hogy meg tudjuk valósítani ennek a klinikának az indulását is. Csak röviden egy pár szóban ennek a klinikának a történetét és megalakítását, hogy miről is van szó. 2,5 évvel ezelőtt sajnálatos módon a kórházba kerültem, ahol 3 hónapot voltam kényszerű bent lenni. Nagyon sok fájdalom után és egy sikeres újraélesztés követően megálmodtam ezt a klinikát. Nem kimondottan a budapestit és nem kimondottan a Gödit, hanem egy klinikát. Jó magam is 23 évet mentőztem, dolgoztam mentőmotoron, részben mentőhelikopterem, kórházakban, többek között altatóként, altatószakasszisztensként. Így volt ismeretem a betegellátó rendszerről, de amit kórházba töltésem idején megtapasztaltam, az mindenféleképpen arra ösztönzött, hogy lépjek a magánegészségügy irányába. Így az első magánklinikát Gödre terveztem, és itt nagyon nagy segítségemre volt az első szakorvos, dr. Székely Géza radiológus főorvos úr, aki nem csak jelenlétével segített, hanem támogatott tanácsaival és útmutatásával. Ezt követően már könnyebben ment a dolog, hiszen ő itt volt velem, mellettem, és aztán sorba jöttek a szakorvosok, így tudtunk egyre több és több szakorvosi ellátást biztosítani. Ezt követően rövid időn belül Kálmán Zsolt barátomnak köszönhetően megismerhettem Mendiéket, ahol szinte egy rögtönzött barátságot követően kialakult egy olyan kapcsolat és egy olyan iránymutató cél, hogy megnyissuk ezt a magánklinikát is. Én megálmodtam, megterveztem, és sajnos a kedves kollégámnak, vagy hát a kedves építészmérnök úrnak nem tudom a nevét, de neki köszönhetően ő programra vitte az egész alaprajzot, így el tudott indulni a kivitelezési munkálat. Utána természetesen a sok-sok kapcsolat révén meg tudtuk valósítani azt, hogy most itt lehessünk. Tényleg köszönöm mindenkinek, akinek esetleg kimaradt a neve, vagy akit nem tudtam említeni. Köszönöm a külső cégeknek, akik besegítettek nekünk, és már előre szeretném megköszönni mindazoknak a részvételét, akik szándékoznak ebben a projektben segíteni minket. Köszönjük! A megnyitó vendégei közül többen, akik a klinika megnyitásában közreműködtek, köszöntötték az egybegyűlteket. Köztük volt Liu Inuo is, a Medalpin Medical Center kínai ügyvezetője. Liu asszony megköszönte mindenkinek a megjelenését, és arról beszélt köszöntőjében, hogy a laboratóriumi vizsgálatok neurológia, ortopédia, radiológia mellett a nőgyógyászati vizsgálatok is elérhetőek lesznek hamarosan, a gastroenterológia, bőrgyógyászat és fogászati vizsgálatokkal együtt. A szaktanácsadásokban a szolgáltatásokat igénybe vevő külföldi, így kínai közösség számára a magyar nyelvű szakvélemények kínai fordítása is elérhetővé válik. Úgy gondolja, hogy a sikeres ellátáshoz kemény munkára és megbízhatóságra van szükség, így ezt szeretnék biztosítani a betegeknek.
A kőbányai városvezetés sok éve szorosan együttműködik kínai befektetőkkel. Ahogy a korábbi években, most is örömmel segítik és támogatják azokat az innovációkat és befektetéseket, melyek Kőbánya életét színesebbé, élhetőbbé tudják tenni. Így egy újabb magánklinika létrehozásához is gratuláltak. Mindig büszkék vagyunk kerületünkre, hiszen az elmúlt 10 évben annyi innováció történt már Kőbányán, hogy azt hiszem, hogy Budapesten talán nincs még egy ilyen kerület, aminek az arculata és az élhetősége ennyire megváltozott, ennyire javult, mint kőbányai. Éppen ezért mindig nagyon örülünk, amikor mi, mint kőbányai önkormányzat tudunk fejleszteni, és elég sok fejlesztésünk is volt. Örülünk annak is, hogy amikor fővárosi vagy a kormány oldaláról kapunk támogatást Kőbánya arculatának a megváltoztatásához, fejlesztéséhez, de természetesen a magántőke, a magánerőnek a szükségessége is nagyon fontos, hogy Kőbánya egy olyan élhető város legyen, amilyen most vált. Az ünnepélyes szalagátvágás után a rendelő hivatalosan is átadásra került. A klinika kapui bárki számára nyitva állnak, aki igénybe szeretné venni a szolgáltatásokat. Mivel a fővárosban Kőbányán él a legnagyobb lélekszámú kínai közösség, ezért a földrajzi elhelyezkedés miatt a rendelőintézet a kínai páciensek magánorvosi ellátását is célozza. Biztosítják, hogy a kommunikáció velük a nyelvi különbségek ellenére is zökkenőmentesen menjen. A cél, hogy mindenki, aki igénybe szeretné venni a klinikát, egy megbízható, gördülékeny orvosi ellátásban részesüljön. Mind érdeklődés véget, és mind pedig az ellátási hiányosságok miatt úgy éreztük, hogy szükség van további ellátásokra. Gyakorlatilag ismeretségi körökből származó szakorvosokat kerestünk fel, akik részben a más intézményekben folytatott tevékenységük mellett tudtak vállalni plusz munkát itt is. Meg nekünk nagyon fontos volt az is, hogy az ellátó minősége, tehát a szakorvos személye, hogy kikkel dolgozunk együtt, hogy tényleg az megfelelő szakellátást tudjunk nyújtani. Mind a szakellátás részéről, mind pedig a minőség biztosításáról, tehát itt a pácienseink gondja a mi szívügyünk, és ezt igyekszünk kielégíteni. A Medalpin Medical Centerben tehát kellő szakértelemmel és odafigyeléssel mindenkit várnak, aki megbízható magánegészségügyi ellátást szeretne igénybe venni.